Krisztián vagyok. Lehet, hogy egy páran más ismertek, hogyha más nem, akkor a játékaimat. Aki nem ismerne, annak elmondanám, hogy én vagyok az, aki a szabad idejét olyan értelmetlen dolgokkal tölti ki, hogy fog egy 30 évvel ezelőtt íródott Commodore 64-es játékot, és azt megvalósítja úgy, hogy ma egy webböngészőben játszható legyen. Így kialakul egy nagyon éles kontraszt, ugyanis egy ősrégi dolgot lát viszont az ember, de mégis a legmodernebb eszközökkel megvalósítva. Hogyan történik egy ilyen játéknak az átírása? Számtalan levelet kapok, amiben azt írják nekem, hogy Krisz, légy szíves, csináld már még ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt a játékot is. És szerintem egy picit tévedésben vannak, ugyanis ez nem úgy készül, hogy fogom az eredeti forrást, ráengedek valamilyen átalakítót, és ami kiköpi a megoldást, ez nem így működik. Aki ismer engem, azt tudja, hogy én ennél sokkal önsanyargató vagyok. A teljes újraírás módszerével készülnek ezek a játékok. A lényeg éppen az, hogy pusztán a böngészőknek a natív képességeire alapozva. És lássuk, hogy hogyan kell neki látni egy ilyen átírásnak, milyen eszközöket kínálnak a mai modern webböngészők ehhez. A legkönnyebb dolgunk érdekes módon a grafikai megvalósítás terén lesz. Az elején próbálkoztam a DOM elemek manipulációjával, az ábrázolás és az animáció terén, de ezt hamar elhagytam, ugyanis van konkrétan egy erre a célra kialakított elem, a Canvas, ami ma már nagyon komoly GPU támogatottsággal rendelkezik, villámgyors rendereket lehet írni rá, úgyhogy egyértelműen ezt érdemes használni. Habatortán, hogy a WebGL támogatással is rendelkezik, amivel akár 3D-s alkalmazásokat is villámkönyv. Már-már bántóan egyszerűen tudunk készíteni, tényleg. Hát a mi esetünkben erre nincsen szükség, mert 30 évvel ezelőtti játékokhoz nem nagyon kell 3D. Itt még megemlíteném az ábrázoláshoz a full screen apit, ami egy nagyon apróságnak tűnik, de szerintem annál lényegesebb funkció. Úgyis a teljes játékélményhez, ahhoz, hogy igazán beleéljük magunkat egy jó kis Wizard of Oros szörnyírtáshoz, ahhoz mindenképpen szükséges az, hogy az egész képernyőn csak azt lássuk, és a böngésző és az operációs rendszer zavaró elemei eszköztárain elátszódjanak. Sokkal problémásabb terület a böngészőkben a hangképzés. A flashes megoldás ugye élből kilőve, az audio elem használata az már natív megoldást kínálna, viszont ez egy olyan szerencsétlen torszülöttje a böngésző funkciók egyetfejlődésének, hogy aki használta, az tudhatja, hogy miről van szó, senkinek nem kívánom, az ellenségeimnek se. Most viszont van egy vadonatúj feature, a Web Audio API névre hallgat. Ez nagyon komoly, ennek segítségevel már dinamikusan tudjuk magát a hanghullámokat képezni. Tehát nem arról van szó, hogy van egy fix WAV-unk vagy MP3, és akkor azt lejátszogatjuk, hanem magát a hangot, a frekvenciáját, amplitúdóját, az effekteket tudjuk váltogatni rajta, és a 3D-t értetszőleges pozíciójába tudjuk ezeket a hangokat elhelyezni. Tehát ez már nagyon komoly. Itt megemlíteném, hogy erre már 30 évvel ezelőtt a Commodore adott lehetőséget, hiszen a sheet chipet így lehetett programozni konkrétan, tehát halad a világ. Igen, tovább. Na, most már van képünk, van hangunk, nagyon jó, akkor most már ezt kellene valahogy irányítani, befolyásolni. Billentyűzetes és az egeres navigáció az hát a weben ugye kezdetektől fogva adott, semmi érdekes, viszont az igazi retro élményt azt a joystickkal, illetve a különböző kontrollerekkel való irányítás adná. Most ha hiszitek, hanem erre is van már natív lehetőség a böngészőkben, a Gamepad API révén. 4 kontrollert is tud egyszerre kezelni, le lehet kérdezni a analog stickek pozícióját, az összes vezérlő nyomógomb állapotát, úgy tehát az input megvan, innentől kezdve tudjuk vezérelni vele a játékunkat. Ezzel én nagyon meglepődtem, amikor erre rátaláltam, nem tudom, hogy irányított-e már valaki weboldal joystickkal, mert itt most ugye konkrétan erről van szó, tehát ez szerintem jóval több lehetőséget rejt magában, mint így elsőre kihallatszik. Igen, és ugye ha már böngészőben fúrnak eleve a játékaink, tehát feltételezhető, hogy van net kapcsolat, akkor adja magát a kérdés, hogy hát lehet-e multiplayer játékokat készíteni. Itt sajnos a válasz már nem ennyire egyértelmű, attól függ, hogyha körökre osztott játékról van szó, akkor igazából ezt már egy évtizeddel ezelőtt is meg lehetett valósítani, hogyha máshogy nem, akkor folyamatos pollozással ugye a szerver felé. Viszont a real-time játékok esetén, tehát konkrétan az agyatlan lövöldözés kategóriáról van ma szó, ott már sajnos más a helyzet, ugyanis ott nem engedhető meg minimális késleltetés sem.
Vannak ugye már WebSocket-re épülő különböző megoldások, amik nagyon jó eredményekkel kecsegtetnek, de szerintem a hardcore multiplayer gamerek igényeit ez még nem elégíti ki, úgyhogy itt még további előrelépés van szükség szerintem ezen a téren. Összegzésként annyit tudnék mondani, hogy aki böngészős játékok írásán töri a fejét, annak ma már tényleg minden eszköz adott ehhez, innentől kezdve pedig az adott egyén kreativitásra múlik az, hogy mit tud ebből kihozni. Köszönöm szépen a figyelmet! Tudom, hogy kevésbé izgalmas, de azon nem gondolkoztam, hogy magát a C64 hardvert emulált JavaScript. Tehát JavaScript-be Commodore 64 emulátorról van szó. Ilyen X86 processzorról azt hiszem készült ilyen. Igen, van már szinte mindenhol emulátor, de gondolkoztam rajta, tervbe is van. Erről egyelőre ennyit. A probléma az, hogy onnantól kezdve az eddigi projektjeim ugye értelmüket vesztenék. Hiszen bármit lefuttasz rajta és működik, ugye, tehát az átirataimnak pont, hogy semmi értelme nem lenne. Mondjuk így sincs, de ez így az, hogy... Köszi. Két kérdésem is van, bocsánat, hogy így Oké. Akkor egy kérdésem van. A fontosabb kérdésem az, hogy amikor te portolod mondjuk az Impossible Mission, akkor te egyesével újra megrajzolod a sprite-okat, egyesével a hangukat, és ez a I welcome visitor, stay alive, stay a while, ezt így újra vagy az adatot azért beszeded? Azt nem én mondom rá. Nem, ez konkrétan a összelopkodás módszerével készül. Tehát innen-onnan. A legtöbbet én magam vágom ki, tehát emulátorokból nyilván a grafikát, tehát Photoshoppal eltökölök én ezzel szívesen. Tehát én ebbe örömömet lelem mondom. Tehát nem én készítem, nem én rajzolom újra. Ahol szükséges, ott igen, tehát valamihez nagyon maszekolni kell, például a hangok kiszedése, erről írtam is egy bejegyzést, ami egy bonyolult volt, de mindent meg lehet oldani. Tehát ki lehet lopkodni mindent, igen. Kérdés az volt, hogy örök élet, vannak ezek a játékban, illetve cheatelni lehet-e, gondolom, főként ez. Nem, de ez tényleg egy nagyon jó ötlet. Hát figyelj, én azt mondom erre, hogy aki jó JavaScript programozó, az ezt megoldja, hiszen... beszédes változó neveket használok, innentől kezdve inkrementálod az életet, vagy a szkort, és te vagy a világbajnok. Nekem lenne még egy kérdésem. Van C64-ed? Van, igen, de sajnos már nem az eredeti. Az egy akció keretében szeretném most visszaszerezni egyébként, csak akinek eladtam, az sajnos én nem hiszem, hogy jól bánt volna vele, de azért remélem, hogy még egybe visszakapom, de egyébként van, igen. Az volt a kérdés, hogy mennyire böngésző függetlenek, tehát hogy milyen böngészők mennek. Ilyen hat, azt hiszem, hogy nem, az nem. Tehát úgy zárom rövidre ezt a kérdést, hogy mivel a legmodernebb technológiákat használom, így adja magát, tehát a Can I Use oldalon ezt meg lehet nézni. Erre most röviden tömören annyit tudok mondani, hogy a grafikai ábrázolás, tehát a canvas, az ugye nem probléma, azt azért viszonylag régóta támogatják a böngészők. A Web Audio API, azt viszont jelenleg csak a Chrome és a Safari támogatja, illetve legyetek résen, mert a Firefox és az Operának a következő verziójában fog debütálni. A Gamepad API-ról meg annyit tudok mondani, hogy ha jól tudom, az még ilyen draft státuszban van, tehát az még változhat is, viszont gyönyörűen működik. Most jelenleg csak Chrome alatt. Tehát ezek annyira új dolgok, hogy ugye ez lenne valahol a lényeg, hogy pontosan ezekre az új dolgokra fejlesztek. Tehát nem akarok visszanyúlni ilyen 7, 8, stb. Vagy ezek alá. Köszönjük. Én köszönöm.